ápolás szakmai nap 60-ban a lelki folyamatok kezeléséről. Sporteszközöket kapott a berze. Sokszoros véradókat jutalmaztak Gyöngyösön. Köszöntöm Önöket a HOTV híradójában. Én Országtóth Szilvia vagyok, a 60 és a Gyöngyösi térség friss és fontos híreivel. Ápolás szakmai napot rendezett a 60-i Kórház és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Heves megyei szervezete, valamint a Magyar Ápolási Egyesület a 60-i Grassalkovics Művelődési Házban, melynek központi témája a lelki folyamatok és a stressz kezelése volt. Ezer arcú ápolás. Az ápolás nem csak a beteg fizikai, hanem a lelki ápolásáról is szól. A testi-lelki egyensúly jelentősége, a stressz és a lelki folyamatok került a fókuszpontba a 60-ban megrendezett Heves megyei ápolás szakmai napon. 60-ban megnyitja kapuit a Lelki Egészség Központ, az egészségfejlesztési iroda mellett. 6 ilyen lesz az országban, és az egyik az 60-ban, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos téma. Ezt szeretnénk felölelni. Közel 200-an gyűltek össze a továbbképzési napon, amely a lelki folyamatok kezeléséről szóló előadások mellett akkreditációs pontszerzésre is lehetőséget biztosított az ápoló szakdolgozók számára. Emberekkel foglalkozni az egyik legnehezebb feladat, mondta el köszöntőjében a 60-i kórház vezetője. Mint azt hozzátette, különösen nagy odafigyelést, törődést igényel olyan emberekkel foglalkozni, akik krízishelyzetben vannak. Rendkívül nagyra tartom az egészségügyben az ápolás szakmát. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez az egészségügynek a fő motorja, a szakdolgozók, az ápolók. A kórházban is így van, hogy az ápolás szakmai tevékenység mellett nagyon-nagyon sokszor nem tudok olyat kérni, vagy nem merül fel olyan probléma, amit az ápoló kollégák, a szakdolgozó kollégák ne oldanának meg. A külső környezet és a lélek hat a fizikai testre. Képes akár stresszelni, megbetegíteni az adott egyént. Ugyanígy az egészségügyi szakdolgozóknál a betegápolás pszichés megterhelést is jelent, ami sok esetben jár kiégéssel, például idős beteg gondozásánál és sürgőségi osztályokon is. Olvastam külföldi szakirodalmat, ahol nyugati szakirodalmat, ahol sokkal jobb az ápoló és a beteg arány, és ott is a kiégés nagy mértékben jelentkezik. Foglalkoztam ugye az erőszakmentes kórháza, ahol ugye a betegek és hozzátartozók sajnos erőszakos cselekményükkel ugye hátráltatják a betegellátást, tehát bántalmazzák a szakdolgozót. Ez is borzalmas stresszt okoz az ápolóknál. Az ápolók ezért sokszor stresszkezelési képzéseken vesznek részt. Sokszor abból adódik a stresszhelyzet, hogy akinek az egészsége veszélybe kerül, az krízishelyzetben van és félreérti a környezete jelzéseit. Stressz helyzet alakul ki, amikor az ember fenyegetőnek észlel valamit, és úgy érzi, alkalmazkodnia kell a helyzethez. Ezen tud segíteni a folyamatos, figyelemmel teli kommunikáció. Nem értjük 100%-ig, ugye, amit hallunk, akkor bizony könnyen kiegészíthetjük a fantáziánk segítségével, és ugye, ha krízis helyzetben vagyunk, akkor bizony negatív irányban értelmezhetünk félre bizonyos információkat. A lelki egészségről tehát legalább annyira fontos beszélni, mint a fizikai állapotról. Nagy hangsúly van azonban a kipihentségen is, és azon, mennyire tudja valaki elsajátítani a stresszkezelési technikákat. A röplabda sportákhoz kapcsolódó sportszereket kapott a gyöngyösi Berzenagy János Gimnázium a Sport legyen a tied program keretében. A sporták specifikus eszközöket nem csak Gyöngyösön, hanem 13 sportági szakszövetségnek köszönhetően több mint 1100 intézményben helyezi ki a Magyar Diáksport Szövetség országszerte. A programban 60 intézmény is szerepel, a sporteszközök kiszállítása az év végéig valósul meg.
Egy kis bemelegítéssel és passzolgatással indult a napjuk a Gyöngyösi Belzenagy János Gimnázium tanulóinak szerdán, ugyanis ők is részt vettek a Sport legyen a tied elnevezésű programban, ahol 2 órás aktív kikapcsolódás és mozgási lehetőség várta őket. A Magyar Diáksport Szövetség az EMI Sportért felelős államtitkárságának támogatásával 500 millió forintos keretből több mint 1100 intézménybe helyezett ki sporták specifikus eszközöket. A szövetség szakemberei a Gyöngyösi Gimnáziumba például röplabdával kapcsolatos eszközöket hoztak. Ez az intézmény azért kapott röplabda eszközcsomagot, itt nyilván a szakszövetségek olyan helyre telepítették ezeket az eszközcsomagokat, ahol van ezzel kapcsolatosan élet, vannak eredmények. Azért került ide a röplabda eszközcsomag, itt a röplabdával foglalkoznak intézményi szinten, diákolimpiában remek eredményeket érnek el. Ez az oka annak, hogy ide telepítette a szakszövetség az eszközcsomagot. Az eszközcsomag és a program fő célkitűzése, hogy országszerte segítse a sport beépülését a gyermekek mindennapjaiban, elősegítve ezzel a közreműködő sportági szövetségek utánpótlás bázisának növelését. Az eseményen bemutatták a röplabda sportágat és a sportegyesületeket. Így a diákok megismerhetik a lakóhelyük közelében fellelhető aktív sportszervezeteket is. A Véradók napja alkalmából szervezett a Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezete ünnepi gála műsort a Mátra Művelődési Központban. Az ünnepségen elismerésekkel és ajándékokkal köszönték meg a civilek véradományait. A legtöbbször Vas György adott vért 143 alkalommal. Őt Kalcsó Dóra erre az alkalomra készített textilszobrával ajándékozták meg. November 27-e a Véradók napja Magyarországon. A jeles napot a Magyar Vöröskereszt jóvoltából 1988 óta ünnepeljük hazánkban. Ezen a napon a Véradók mellett a több éve a véradás szervezésben tevékenykedők, véradóbarát munkahelyek és a Véradó mozgalom támogatói részesülnek elismerésben. A Magyar Vöröskereszt gyöngyösi területi szervezete november 24-én tartotta központi Véradók napi ünnepségét. Az évente megrendezett eseményen a sokszoros víradóknak köszönték meg az önzetlen segítséget. A legtöbbször Vas György adott vért 143 alkalommal, őt Kalcsó Dóra textilszobrával jutalmazták. Az, hogy ennek mi az értéke, azt mindenki megítéli maga, de az, hogy az ember elmegy és elmehet vért adni, az egy lehetőség is az élettől, mert abban az egészségi, minimális egészségi állapotban van, hogy ezt megteheti. Hallottam olyat, meg láttam olyat, meg bárki kerülhet abba a helyzetbe, mikor már nem veszik le tőle a vért, mert olyan problémái vannak, amelyek ezt nem teszik lehetővé. Tehát én még vért adhatok, addig jól vagyok, idézőjelbe téve, vagy nem idézőjelbe, és még én tarthatom a karom másokért, az még mindig előnyösebb, mint hogyha más tartja, ne adj Isten, holnap vagy 2 év múlva én értem, vagy önért, vagy bárkiért. Az ünnepségen több előadó művész is fellépett, a helyi területi szervezet pedig évről évre egyre sikeresebben ösztönzi arra az embereket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a társadalmi felelősségvállalás ezen formájában. Ezt az is bizonyítja, hogy Heves megyében a gyöngyösi terület a második legaktívabb a vérellátás tekintetében. Egy évvel meghosszabbítja a 2015 előtt kibocsátott 20 000 forintosok bevonásának napját a Magyar Nemzeti Bank, így a régi címletekkel további egy évig, 2017. december 31-éig lehet fizetni, közölte a jegybank. 2018. január 1-től pedig a hitelintézetek és a posta 3 évig, a Magyar Nemzeti Bank pedig 20 évig térítésmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre a régi, bevont 20 000 forintos bankjegyeket. December 20-áig jelezhetik az adóhatóságnak a cégek, ha az egyszerűsített vállalkozói adózást választják, vagy éppen elhagyják azt. Az utóbbi időben a kilépők voltak többségben, 3 év alatt 50 ezren hagyták el az EVA-t. Az újonnan bejelentkező adózóknak a NAV illetékes igazgatóságán kell bejelenteniük a jövő évre vonatkozóan az egyszerűsített vállalkozói adózás választását december 1-e és 20-a között. A bejelentést december 20-áig írásban visszavonhatják, írta meg a Magyar Idők.
Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Friss hírekért keressék fel a 60online.hu-t. További szép estét kívánok mindannyiuknak. A viszontlátásra! Pénteken elszórtan zápor, hózápor is előfordulhat, mínusz 4 és plusz 10 fok közötti értékekkel. Szombaton egy-egy futó hózápor is előfordulhat, délután plusz 4 fok lehet. Vasárnap napos és tartósan párás tájak lehetnek, gyenge hózápor alakulhat ki. Reggel mínusz 3, délután plusz 3 fok körül várható a hőmérséklet.